Szerbusztok, Túróczi Ákos vagyok a Filmdekor Kft-től, és az év utolsó napján jelentkezem be hozzátok. Hát legalábbis a munkanapunkon, inkább így fogalmazok, mert idén még valószínűleg fogok videót csinálni, de ez az utolsó munkanapunk. A fiúkkal ilyenkor szoktunk tartani egy ilyen évzáró bulit. Most jelenleg a műhelyünkben lesz ez a buli, ugyanis mindig ugye éttermet szoktam ugye bérelni és foglalni a helyet, de idén itt ez a vírusos dolog miatt úgy döntöttünk, hogy maradunk itt szűk körben, a kollégákkal, hogy az új műhelybe lett berendezve az asztalok, és ott lesz egy kis eszemiszom, dínom, dánom. Rendeltünk ki ételt, úgyhogy főzni fognak ránk, nem mi főzünk, bár szó volt arról is, hogy bográcsozunk egyet a műhely közepén, de ezt elvetettük, hogy ne kelljen már mosogatni. Úgyhogy lesz egy ilyen kis buli. Készültem a fiúknak nyilván egy kis csomaggal is. Ez minden évben így van nálunk, hogy kedveskedek egy kis borítékkal, amiben valami jóság van a srácoknak. Remélem örülni fognak neki. És hát általában ők is valami kis valamivel megajándékoznak. Na, megmutatom, hogy mi az. Én már sejtem. Nem tudom, de sejtem. Úgyhogy hát ez a nap erről fog szólni. Sziasztok, itt vagyok a beépítő asztalomnál, itt a srácok már mögöttem. Várják a kaját, de még egyelőre még semmi. Viszont megkaptam a karácsony ajándékomat a fiúktól. Egy PS5 kontroller. Hát szeretek egy kicsit játszogatni, úgyhogy ez egy nagy meglepetés nekem. Hát sajnos a PS5-ök még ugye nincsenek piacon, vagy a piacon van, csak Magyarországra még nem jutott el annyi darab, hogy meg lehessen vásárolni. Úgyhogy egyelőre csak így simogatni tudom majd, de véletlenül remélem januárban megjönnek a szállítmányok, és akkor fizikálisan is meg tudok fogni egyet, és tudok végre játszani egy picikét, kikapcsolódni. Úgyhogy már a kontroller már itt van hozzá, most már csak a gépnek kéne megérkeznie. Sziasztok, megjött a táplálékunk, itt a fiúk. Messzi vannak, hogy senkinek nem látszik az arca, semmilyen olyan dolgot nem vétek, ami esetleg itt a személy jogokat sértené. Meg külön felveszem a kaját. Megjött a hami. Ó, oda nézzetek, hát ezt meg kell mutatnom, várjál, nem úgy van, nem az. Hát ez ilyen durva. Oda néz. Hallod ezt? Nem lát, jó? Menjen a számla, jó? Tehát hatkor tudom, hogy nincs áfatartalma, de akkor is legyen róla. Jó? Nem az, itt valaki rosszul lesz, azért legyen már bizonyíték róla. A beépített korlátok minőségért felelnek. Ne is adja magát.
Ákos, te miért felelsz ebben a cégben? Miért felelszed? Én a cégben azért felelek, hogy minden munkavállaló, aki a Fémdekor Kft-nél dolgozik, gyakoroltad? Az elégedett legyen, biztos anyagi háttere legyen, és stabil munkahelye. Nem teszek a cég érdekébe, itt múlhatom az időmet, megmelegszem utána, meg hazamegyek. Zsolti, te? Legyen, aki kivegy a postára. Sziasztok, hát ez is letelt ez a nap is. Hú, hát én nagyon jól éreztem magam. Nagyon bezabáltunk, ez általában így szokott lenni, és még így is maradt, a fiúk is vittek még haza jó sok ennivalót, meg nekem is van itt a puttonyba, egy picit túlrendeltük a dolgot, de nagyon jó volt ez a kis összejövetel, hát ilyenkor kicsit úgy családiasabban összejön a csapat, hogy kicsit lazábban tudunk beszélgetni a jövőről, meg mindenkinek egy picit belelátok ilyenkor a saját kis lelki világába, meg az életébe. Úgyhogy ezek mindig érdekes találkozók, itt sok minden kiderül. Sok minden kiderül emberileg is az emberekről, hogy ki hogyan áll hozzá, akár egy ilyen találkozóhoz, vagy akár hogyan is, akár bármihez. Úgyhogy jó volt, és hát köszönöm neked, hogy velem tartottál idén. Még szerintem fogok videót csinálni idején valamilyen műszaki dologról, de lehet, hogy az is lehet, hogy nem. Hát, hogy én is pihenésbe teszem magam, és kicsit elengedek. Mindenkinek ezúttal is boldog karácsonyt kívánok, meg boldog új évet, ha nem találkoznánk. Sziasztok!